Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, több témáink néhány mondatban. Eltűnt a holták fele, évtizedek óta nem tapasztaltak hasonlót a bogyiszlójak. Négy betű és három szám, forgalomba kerültek az új rendszámok. Sült hal, néptánc szórakozás, újra volt Keszeg Fesztivál Bátán. A zöld küllő az év madara, kevésbé ismert harkányfaj nyerte el az idei címet. Szó szerint eltűnt a bogyiszlói Duna holták fele, a meder nagy részen teljesen kiszáradt idényára, a település polgármestere utoljára a múlt század végén látott hasonlót. A horgászok pedig már egyszerűen nem váltanak engedélyt a vízre, mert annak gyakorlatilag már csak a medre maradt meg. Szikes, sivatagos tájhoz hasonlít a bogyiszlói Dunaholtág medre. A föld az erős napsütéstől és a szárazságtól mostanra nagy rögök kiállt össze. Itt 1993-ban tapasztaltak utoljára hasonlót. A település polgármestere szerint a mintegy 50 hektáros vízfelületnek csaknem a fele egyszerűen eltűnt idén nyárra. A Horgász Egyesület is azzal fordult hozzánk, hogy a bérleti díjat engedjük el vagy csökkentsük, hát hiszen a sivatagban nem lehet horgászni. Pedig a holták bogyiszló jelképe, a helyiek évszázadok óta kötődnek hozzá. Horgáztak, fürödtek benne, és telentek korcsolyáztak a jégen. Most ezekre esélyük sincs. 2018 óta csökkent évről évre a víz mennyisége, de a mostanihoz hasonló szárazságot közel 20 éve tapasztaltak utoljára. Tóth István azt mondja, a probléma megoldására az önkormányzatnak nincs elég forrása, az csak állami segítséggel lehetne kezelni. Megoldás egyedül a vízpótlás lenne, de ide csak gravitációsan tudunk most betáplálni a Duna felől, az pedig csak akkor lehetséges, hogyha a Dunán megfelelő tartósságú és magasságú árhullám van. Most már a vízügyi igazgatóságot meg tudtuk győzni arról, hogy ne csak apadó árhullám esetén kapjunk ide vizet a rendkívüli helyzet miatt, hanem az áradónál is, de ilyen sincs. Ezen kívül rendkívül fontos lenne a bogyiszlói főcsatorna medrét kikotorni, ami szintén több száz millió, de akár milliárdos beruházás is lehet. Erre pedig az önkormányzatnak nincs forrása, ezért csak az esőben és a Dunán levonuló árhullámban reménykednek egyelőre a bogyiszlóiak. A problémáról a vízügy szakemberei is tudnak, ők a napokban fejeztek be egy tanulmányt, ami a jelenséget orvosolhatná itt, Domboriban és a Tolnai holtágnál. A munkához viszont a becslések szerint 47 milliárd forintra lenne szükség. Most azon dolgoznak, hogy ehhez forrást szerezzenek. Bonyolult, gyorsan változó és veszélyes határőrizeti operatív helyzet alakult ki, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a szerdai sajtótájékoztatóján. Bakondi György kifejtette, bonyolult, mert küzdenek az illegális migránsokkal a déli határon, továbbá nagyon fontos menekültekkel összefüggő kormányzati feladatokat kell teljesíteni, valamint az ukrajnai háború miatt a honvédség erőinek határbiztosítási feladatai is vannak. A gyorsan változó helyzet azt jelenti, hogy napról napra újabb és újabb, addig nem tapasztalt események következnek be a határon és annak közelében. Hozzátette, a veszélyes helyzet alatt azt értik, hogy gyakoriak a nagy csoportos és erőszakos áthatolási kísérletek. Bakondi György azt mondta, nem volt még ilyenre példa, hogy egyszerre van migrációs és menekült válság, illetve háborús helyzet. Akár 100 évre is elegendő variációs lehetőséget adhat a július 1-ével bevezetett új rendszám, a 4 betűből és 3 számból álló táblákból Szekszárdon már 24-et osztottak ki. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott elmondta, nem vezetik ki a régi rendszámokat sem, de aki szeretné újra cserélni, az megteheti. A július 1-e után forgalomba állított autók a 4 betűből és 3 számból álló rendszámot kapják. A szekszárdi kormányhivatal már 24 ilyet kiadott az elmúlt egy hétben. A változtatásra azért volt szükség, mert az 1990-ben bevezetett 3 betűből és 3 számból álló rendszám variálási lehetőségei a következő néhány évben elfogytak volna. Hogyha több százezer autóban gondolkodunk éves szinten, hogy országosan annyi új rendszámot adnának ki, akkor is ez több tíz egyesek szerint akár 100 évig is elegendő lenne ez a megoldás. Tehát ez mindenképpen azt hiszem, hogy olcsónak tűnik, akkor nem kell azért 30-40 évente ezt váltogatni. A betűk sorrendjét úgy alakítják ki, hogy azok ne alkothassanak értelmes szót, és kettős betűt sem láthatnak majd a lakosok rajta. A rendszámtábla elején feltüntetett Magyarországot jelző H betű kékmezőben az Európai Uniót jelképező 12 csillaggal együtt jelenik meg, és két-két betű között a magyar címer szerepel majd.
Ennek ellenére a régi rendszámot sem vezetik ki a forgalomból. Ha valakinek elveszik az eredeti mostani hárombetűs rendszáma, azt lehet csináltatni, tehát azt pótolni lehet, nem kerül több egyébként. Illetve az új rendszámok sem kerülnek többet, tehát ha valaki most szeretne cserélni, akkor tud, ugyanannyiba kerül, mint a régi rendszámot váltott volna. Ezen kívül továbbra is lehetőség lesz az egyéni rendszámtáblák igénylésére is. Az elmúlt héten 4663 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta 1.932.788-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 14, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 46.661-re emelkedett. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma több mint 6.411.000. Tolna megyében 40.706 megbetegedést regisztráltak a járvány kezdete óta. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpont foglalással, vagy akár anélkül is. A Pongrácz Sándor kitüntetést Paksváros képviselőtestülete azzal a szándékkal alapította meg 1998-ban, hogy elismerjék azokat a személyeket, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Paks egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak. 2022-ben ezt a díjat dr. Felföldi Ferenc vehette át Szabó Péter polgármestertől. Dr. Felföldi Ferenc meghatottan vette át Szabó Pétertől, Paks polgármesterétől a Pongrácz Sándor díjat a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott ünnepségen. Talán ez a legfontosabb, hogy kinek tartozom köszönettel, ez a családom. A családom, aki minden nap áll mögöttem, és lehetővé teszi, hogy minden nap újult erővel megújulva vehessen fel a munkát a gyógyítás érdekében. Három lányomnak és feleségemnek, ugye a feleségem Justina és a három lányom Fanni, Kata és Réka, akik nélkül nem tudnám ezt a hivatást, ezt a szakmát úgy végezni, ahogy jelenleg is megpróbálom. Dr. Felföldi Ferenc a gasztroenterológiai szakrendelést 2017 óta vezeti a Paksi Gyógyászati Központban. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság fiatal gasztroenterológus munkacsoportjának alapító, 2000 és 2008 között pedig elnökségi tagja. A paksi születésű orvos beszédében felsorolta, mennyi szállal kötődik a városhoz. Bár több díjjal jutalmazták már a munkáját, ez az elismerés a legkedvesebb számára. Nagyon jó érzés volt, ezt tényleg mondhatom őszintén, meglepő őszintességgel. A többi díjat is nagyon örültem, de ennek az értéket különösen az képezi, ezt tényleg, hogy mondtam is a beszédemben, ezt itthon kaptam, a hazai, és itt a saját, úgymond kisebb hazámban kaptam. Nagyon jó érzés. Ma hálatelt szívvel elismerjük az önök hivatását, szolgálatát, értünk emberekért végzett áldozatos munkáját. Szabó Péter Paks polgármestere beszédében azt emelte ki, milyen fontos elismerni az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit nem csak díjakkal, hanem a munkafeltételek biztosításával. Mint város is megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a feltételeket is biztosítsuk számukra, az egészségügyben dolgozók számára, tehát itt az infrastruktúrális feltételekre is gondolok alapvetően, tehát tényleg megpróbáljuk a legmodernebb eszközöket beszerezni. Nyilván ez jó a lakóknak is, de jó az egészségügyben dolgozóknak is, hiszen az nagyon jó, hogyha gördülékenyen tud menni a munkájuk, mert olyan eszközökkel dolgoznak, amelyek tényleg modernek és használhatók. A Dix Image Acoustic Band jazz dalaival zárult az idei ünnepi műsor a Kulturális Központban. A Paksi képviselőtestület a Pongrácz Sándor díjat 1998-ban alapította. Minden évben a Semmelweis napon adják át ezt az elismerést egy az egészségügyi területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembernek. Történelmi mélypontra gyengült a forint a bankközi devizakereskedelemben. Az euró 410, a dollár 400 forintot közelíti, a svájci frank pedig meghaladja a 412 forintot. Délután 4:30-kor az eurót 409,4 forinton, a dollárt 399,4, a svájci frankot 412,2 forinton jegyezték, ami a reggel 7 órai jegyzéshez képest 1,8%-os gyengülés az euróval szemben.
3,6%-os gyengülés a dollárral és 3,7%-os gyengülés a svájci frankkal szemben. A forint délutáni jegyzésén 11%-kal áll gyengébben az euróval szemben, az évelei kezdéshez képest 23%-kal gyengébben a dollár és 15,8%-kal gyengébben a svájci frankkal szemben. Két év után újra megrendezték Bátán a Keszeg Fesztivált, a hasütés és halászléfőzés mellett különböző programokkal várták az érdeklődőket, de a 2023-as év sárközi lakodalmának mennyasszonyát és vőlegényét is bemutatták a jelenlévőknek. Készül a Sült Keszeg és Kárásza a Bátai Keszeg Fesztiválon. A település egyik ikonikus rendezvényét két év után sikerült megrendezni. Több mint 15 csapat főzött és sütött, de kulturális műsor is várta az érdeklődőket. Minden elismerésem az ilyeneknek, akik a jövőbe adják a múltat. És az idős szülők, akik még élnek, becsben őrzik ezeket a rendezvényeket és azokat a ruhákat. A rendezvényen nem csak a kulturális műsort és a finom falatokat élvezhették a látogatók, de megismerhették a 2023-as sárközi lakodalom házasulandó párját is. Bemutatjuk a sárközi lakodalom 2023 vőlegényét és menyasszonyát. A vőlegény Imrő Péter, a menyasszony Karádi Anita lesz. Az első sárközi lakodalmat 1966-ban rendezték meg. Több évente szokták általában a sárközi települések összefogásával megrendezni, mindig más-más település rendezi a sárközi lakodalmat. 2023-ban Báta lesz a helyszín a sárközi lakodalomnak, és a pandémia óta most ez az első ilyen nagyszabású rendezvény, ahol mind az 5 sárközi település be tudja mutatni a népművészetét. Bátán a régi hagyományok szerint tervezik majd a vendéglátást. Igazi bátai az kondérba főtt tyúkhúslevest, vazslábosba főtt pörköltet, és így tovább, amit úgy szeretnénk szervírozni, ahogy a régi időkben volt, mert a hagyomány az hagyomány, az ételkultúra, a gasztronómia az meg kell, hogy legyen. A sárköz legnagyobb rendezvénye várhatóan óriási turisztikai látványosság lesz, így az ország minden tájáról és a határon túlról is várják majd az érdeklődőket. Az esemény pontos időpontjáról egyelőre még nem lehet tudni. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóság ellenőrei július 4-e és 8-a között az építkezéseket és az építőanyagkereskedéseket ellenőrzik. Július 6-án Szekszárdon, 7-én Tamásiban, még 8-án Pakson vizsgálják a revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A zöld küllő nyerte el az év madara címet, miután a Magyar Madártani Egyesület internetes szavazásán a kék begyet és a vörös gémet is maga mögé utasította. A zöld színű harkály jellegzetessége, hogy hosszú nyelvvel rendelkezik, melynek köszönhetően a rovarokat a járataikból könnyen kihalásza. Körülbelül 34 ezer példány él hazánkban. 2022-ben a zöld küllőt választották meg az év madarának hazánkban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el programját, melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Az Egyesület honlapján internetes szavazással lehetett voksolni, melyik faj legyen az idei évmadara. Hága Krisztián, a Madártani Egyesület önkéntese elmondta, a zöld küllő nevéből is adódóan színezete nagyon jó rejtő mintázatot biztosít a madár számára, miközben a fűben kutat élelem után. Zöld küllő lett az év madara, ugye ő a 9 hazai harkályfaj közül az egyik képviselő, mint a nevében is benne van, jellegzetes színe van. A háta az egész szép ilyen kis fű zöld, és ez nem véletlen, mert hogy neki az életmódja az részint különbözik a többi harkályfélétől. Nagyon szereti a hangyákat, hosszú nyelvével, akár a hangya járataiból is képes a lárvákat, illetve már a kifejlett példányokat is kiszedegetni. A többi harkályhoz hasonlóan a zöld küllő is magának készíti az odúkat. Mérete eltérő rokonaitól, anatómiailag sokkal nagyobb, mint Magyarországon fellelhető fajtársai. Akár 3-4 hét munkájába is telik, mire kifaragja a magának megfelelő üreget,
ezért fészkeit rendszerint több éven át használja. Külön fészekanyagot nem víz be az odúba, hanem a megmaradó kis forgácsokat használja, mint bélés, és erre rakja le a tojásokat. Általában egy ilyen 5-6 tojást rak le, de előfordult már ilyen 10 feletti tojásszám is. A ritkán szem elé kerülő madár általában elkerüli a városi környezetet, leginkább erdőségekben lehető fel. Hazánkban körülbelül 15-17 ezer pár él. Védett madárnak számít, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Regionális hírénkkel folytatjuk a híradót. Közel 500 tonnás vasúti híd került az út fölé, jól halad az M6 befejező szakasza. Online számlaprogram és online számlarendszer, fontos különbségek vannak a két felület között. Repkedtek a nyílveszők, lovas híjász versenyt rendeztek Kaposmérőn. Közel 500 tonnás hídszerkezetet csúsztatnak a helyre az M6-os épülő befejező szakasza fölé. Ezen a vasúti vonal fut majd az út fölött Pécs és Villány között. A terület országgyűlési képviselője a munkálat helyszínén elmondta, Baranya megye legnagyobb beruházása az M6-os befejezése a határig. Hargitai János beszélt arról is, hogy a horvát oldalon is folynak a munkák, így 2024-re az autópálya összekötet és megvalósulhat a két ország között. Ez az a hídszerkezet, amit az épülő M6-os fölé terveztek. Csúsztatással kerül a helyére, ezen fut majd a vasútvonal a Pécs-Mohács-Villány szakaszon. Bój után Nagynyárát felé kerül kialakításra. Ez a vasúti közúti kereszteződés szinteltolással. Ez a híd, ahogy itt elhangzott, majdnem 500 tonna, 480 tonnás hídszerkezet, amit itt helyben építették meg. Kis részei jöttek szállítható állapotba, és létrehozták ezt a hatalmas monstrumot, ami 72 méter. És a helyére fogják tolni, tehát a vasút fölül fog közlekedni, és utólag vágják ki az autópálya pályatestet, ugye más irányban ez már látszik. Mondta a helyszínen a terület országgyűlési képviselője. Hargitai János arról is beszélt, hogy az M6-os befejező szakasza Baranya megye legnagyobb állami beruházása most. Időarányosan jól áll az építkezés, és a határ túloldalán is építenek a horvátok. Az Eszéki hídtól jönnek fel Télmonostor irányába, ez egy 17,5 kilométeres szakasz, ezt ennek az évnek az október végén már át akarják adni. Ha Pélmonostoron vannak a horvátok, akkor már Pénzmonostor csak a határig kell feljönniük. Ez egy 5 kilométeres szakasz. A miniszter úr közlése szerint ez 24-es évben ez meg fog történni, tehát felérnek ők is a határhoz. És a bosnyákoknál is halad a történet, mert a Bosznián keresztül egy 320 kilométeres szakaszt kell megépíteni, ahol már 114,5 kilométer elkészül. A képviselő szerint 2025-ben vagy 2026-ban kész lesz az autópálya az Adriai Plocséig. A jelenlegi háborús helyzetben még értékesebb ez a beruházás, Záhony leértékelődött a harcok miatt. Déli irányban az M6-oson keresztül bonyolódhat az áruszállítás Törökország, illetve a Balkán felől. Egyébként a magyarországi 20 kilométeres szakasz megépítése a határig, Iván Dárda irányába 88,6 milliárd forintba kerül. Az online számlázó programmal számlákat állíthatunk ki, az online számlarendszerben pedig a számlatömbbel kiállított számlák adatait rögzíthetjük. A két rendszer nem ugyanaz, erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense a Dópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina kiemelte, hogy az adatszolgáltatás szempontjából fontos, hogy melyik felületet kell használni. A számlázó programot és a nyomdai gyártású számlatömböt használó adózókra is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. Ezt a NAV online számla felületén tehetik meg az érintettek. Azonban a számlázó program és a számlarendszer között vannak különbségek, hívta fel a figyelmet Barlai Krisztina sajtóreferens Adópercek című műsorunkban. Nagyon fontos az, hogy az online számlázó programban, ha beütjük az adatokat, akkor számlát tudunk készíteni, és az adatszolgáltatás az automatikusan megvalósul. Számla tömbbel kiállított számlák esetén pedig az online számla rendszerben kell manuálisan rögzíteni az adatokat, tehát ezért különböző a két rendszer használata.
Fontos tudni tehát, hogy a kézi rögzítő felület nem alkalmas számla kiállítására, a papír alapú dokumentumon szereplő adatokat pedig nem a számlázó programba kell beütni. Ez a program ugyanis a teljesen új számlák kiállítására szolgál. Az adatrögzítés során, tehát a papír alapú számlák adatainak beírásakor további fontos tudnivaló, hogy módosítani, javítani azokat nem lehet. Fontos még az is, hogyha számlatömbben adja ki az adózó a számlákat, hogy akkor is biztosítani kell a folytonos sorszámozást. Tehát egy sorszámhoz nem tartozhat kettő vagy három számla, illetve amikor berögzíti az adatokat, akkor oda kell figyelni a pénznemre is, tehát a forintra és egyéb pénznemek nem keveredhetnek a számla adatrögzítése során. Szintén oda kell figyelniük az érintetteknek arra, hogy a vevő adatainak, mint például adószámának rögzítése is pontos legyen. Mindenről további információ elérhető a NAV honlapján, de telefonon és személyesen az ügyfélszolgálaton is segítséget nyújtanak az adóhivatal munkatársai. Fél száz versenyző mérte össze egymással a tudását a Lovasi IASZ országos bajnokságon. A seregszemlére, aminek hagyományosan a Kassai Völgy ad otthont, Erdélyből is érkeztek résztvevők. Több százan érkeztek a hétvégén a kaposmérői Kassai Völgybe. Ezúttal ugyanis a hagyományos nyílt nap mellett az országos Lovasi IASZ bajnokságot is itt rendezték meg. 50 induló volt, van a senior kategória, az 50 fölöttiek, van a felnőtt kategória, van az Amazon, a hölgyek, és vannak a juniorok. És mindegyik borzasztó erős mezőny, tehát egy iszonyat jó versenyen vagyunk túl. Most én azt gondolom, hogy a legjobb lovasi jászokat láthatjuk itt a pályán, ők maradtak a végére. A Völgyben 1994-ben rendezték meg az első ilyen versenyt, azóta két évente érkeznek ide a legjobb lovasi jászok. Ez egy standard versenyszám, 9 vágta, egy 99 méteres pályán, egy célra leadott annyi lövést, amint az ijász meg tud lőni. Így nagyon nagyba ez a versenyszabály. Ló vágtába kell megtegye ezt a távot 20 másodperc alatt. A látogatókat nem csak a verseny, hanem a csodálatos környék is vonzotta. Eljöttünk, hogy megnézzük ezt a lovasi IASZ versenyt. Igazából ez a Kassai Völgyet, ők nem voltak még itt a fiatalok. Szerettem volna nekik megmutatni ezt a kis gyöngyszemet, amit itt a Lajos létrehozott. Hát igazából mi is IASZ-kodunk a faluba kis csapatként, és itt igazából hát tanulni jöttünk mi is egy kicsit, szóval tanulunk itt a dolgot, tanuljuk a dolgokat, meg hát itt az nagyon szép olyan dolog van, amit szívesen mutatok a srácoknak, meg ők is szívesen megnézik. Az országos bajnokság mellett kiegészítő programokat és nyílt napi bemutatókat is láthattak az érdeklődők. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Eltűnt a holták fele, évtizedek óta nem tapasztaltak hasonlót a bogyiszlóiak. Négy betű és három szám, forgalomba kerültek az új rendszámok. Sült hal, néptánc szórakozás, újra volt Keszeg Fesztivál Bátán. A zöld küllő az év madara, kevésbé ismert harkányfaj nyert el az idei címet. Csütörtökön változó felhőzet melletti időszakosabb napsütés lesz jellemző. Este már szerte a Dunántúlon kialakulhat szorványos eső, zivatargóc, délelőtt mérsékelt légmozgás lesz jellemző, majd délután északnyugat felől egyre nagyobb területen támad élénk, olykor erősebb lökésekkel is kísért északnyugati szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!